Napjainkban, ha azt mondom önöknek, hogy királyi család, akkor azt gondolják, hogy ez már inkább egy olyan háttérben meghúzódó dolog. Nem annyira jellemző az országokban már az, hogy királyi családokról beszéljünk, vagy pedig irányító szerepben legyenek. Ezzel ellentétben a történelem során mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy a királyság és a királyi családok igenis meghatározó részei voltak az emberiségnek és a polgárságnak, emellett a társadalomnak. Vajon mennyire voltak rejtettek ezek a személyi? Milyen rituális, vagy pedig ilyen ceremóniaszerű dolgokról tudunk beszámolni? Ilyen és hasonló kérdésekről fogunk beszélgetni vendégemmel, Danka Balázssal, az SZTE Történelemtudományi Doktori Iskola Medievisztika Tanszékének doktorandusz hallgatójával. Köszöntelek, Balázs, a stúdióban. Én is köszönöm szépen a meghívást, és én is köszöntöm a kedves nézőket. Az előbbiekben említettem, hogy miként értékelhetőek a királyi családok. Ugye manapság általános tudásnak, általános ismeretnek vehetjük azt, hogy királyi család, például Magyarországon nincsen királyi család. Néha láttunk olyat, hogy beszámoltak arról, hogy valamilyen rejtett királyi leszármazottak és egyéb ilyen fókuszinterjúknak a maradványairól beszélhetünk. Viszont vannak olyan országok, ahol még igenis vannak királyi családok, csak nem annyira meghatározó. Milyen volt a középkori megítélés? Hát a középkori megítélése ugye a királyi dinasztiáknak egy nagyon speciális kérdéskör, hogyha kezdhetem így a mondókámat. Alapvetően a megítélése a királyoknak nagyon pozitív volt a középkorban. Ugye több szempontból is kötődik hozzájuk ez a téma. Egyrészt az, hogy amikor gyakorlatilag egy uralkodót felszentelnek, ugye megkoronázzák, ehhez vannak különböző ceremóniák, szentelt olajjal felkenés, ugye csuklón, homlokon, vállaknál, ugye maga a koronázás, ilyenkor előkerülnek a hatalmi jelképek, mint a gyűrű, jugar, korona, kard, stb. És gyakorlatilag ilyenkor a hétköznapi ember, ő részesévé válhatott gyakorlatilag ennek az egész ceremóniának, azáltal, hogy ott volt mondjuk a királynak a koronázása, mert ez egy igen nagy presztízsű eseménynek számított. Hogy ők hogyan élték meg, gyakorlatilag a király azáltal, hogy megkoronázták, van egy nagyon jó kötet erről, a Gyógyító Királyok címen érdemes elolvasni. Ez konkrétan arról szól, hogy amikor a királyt megkoronázzák, ezzel az ő erői, hogyha fogalmazhatok így, aktiválódnak. Ez annyit jelent, hogy például a francia királyok képesek voltak kézre tétellel az úgynevezett görbélykort gyógyítani. Ez egy ilyen duzzanatos, lázas betegség gyakorlatilag, de minden királyhoz voltak ilyen különböző kötődések, hogy ez a király ezt tudja meggyógyítani, az a király azt tudja meggyógyítani, és gyakorlatilag azáltal, hogy ő erre képes, az uralkodót hát kvázi szentként tisztelték, hogyha éltek ezzel a szóval, és ugye ezzel a témával foglalkozik például egy másik jelentős munka, a királyok szentsége a középkorban. Úgyhogy ezt tudnám így első blogba kiemelni. Érdekes, hogy azt mondtad, hogy amit királlyá koronázzák az adott illetőt, onnantól kezdve ezzel az erővel él. Nekem egy kicsit úgy hat ez, minthogyha egy ilyen szentről beszélnénk. Tehát ugye a szentekhez is, a szenti avatásnak az egyik alapvető kitétele az, hogy valamilyen csoda vagy gyógyulás fűződjék az illetőnek a nevéhez. Van valami párhuzam ezek között? Gyakorlatilag amúgy igen, mert ugye a szenteknél ott alapvető követelmény, hogy amikor valakit szentté avatnak, ugye ezt a szentté avatási pár során cselekszik meg, akkor bizonyos számú csodának teljesülnie kell, talán 3 vagy 4, hogyha jól emlékszem. És általában ezeket az úgynevezett inkvizitorok, tehát ide kapcsolódik az inkvizíció szavunk, ez annyit jelent, hogy megfigyel, vizsgálódik, stb. Ők kimennek, és akkor feljegyzik gyakorlatilag a hétköznapi embereknek, hogy hát én azt tapasztaltam, hogy meggyógyultam a betegségemből, amikor ott voltam ennek a szentéletű, ez fontos, hogy szentéletű ember, még itt nincsen ugye szenté avatva, a társaságába. És akkor különböző ilyen legendák fűzöttek gyakorlatilag ehhez a szenthez. Egy másik nagyon fontos dolog, de ez például eltér a királyoktól, ugye a szenteknek van egy olyan funkciója, hogy megmutatják azt a helyet, ahol majd később megkívánnak pihenni, csak hogy 2 példát említsek, ugye Szent Dénes, aki ugye gyakorlatilag a levágott fejével egészen addig megy, amíg Szentdöni környékén összeesik, most csúnyan megfogalmazó, és gyakorlatilag később ezen a helyszínen fognak majd neki templomot szentelni. De ugyanez megvan mondjuk a spanyoloknál, a Szent Jakab zarándokútnál, ott például a legenda úgy szól, hogy Szent Jakabot egy kagyló gyakorlatilag kimossa a partra, és ugye, hogyha szó szerint visszafordítod ezt, hogy Santiago de Compostela, akkor ez annyit jelent, hogy Szent Jakab a csillagok alatt, mert hogy ő gyakorlatilag tengerparton vagy a tengeren találták meg, és később onnét vitték Santiagoba az ő holttestét. Említetted még azt is, hogy felszentelt olajjal, olajat alkalmaznak, használnak a koronázás ceremóniája során. Milyen olajat alkalmazok, tehát mi ez az olaj? Egy kicsit kíváncsi vagyok ennek a ceremóniának, ennek a rítusnak a menetére, különböző érdekességeire, mert azért manapság elég ritkán látunk koronázást, majd jövő májusban láthatunk ugye egy újabb koronázást, amikor harmadik Károlyt beiktatják. Erről majd akarok is beszélni, hogy a középkorban ez nem egészen így van, tehát hogy itt fordított tendencia működik, tehát előbb koronázzák az illetőt, és közben már megy a temetkezés, de gyakorlatilag, majd erre úgyis vissza fogunk térni, hogy mi történik a temetési menetben. Ugye a középkorban kettő ilyen fontosabb olajtípus létezik, hogyha fogalmazhatok így. Az első ugye ez a szentelt kvízma, amivel gyakorlatilag ugye felkenik az illetőt, ez egy ilyen lágy, kicsit illatos olajjellegű történet, és ugye a legenda az úgy szól, hogy gyakorlatilag a galamb hozza a csörében ezt a fialát, legalább ugye a francia királyok esetében. Na most a német-római császároknál ez egy kicsit bővül, mert ott nem ezt a jellegű olajat használják, hanem ott kifejezetten úgy említi a szöveg, hogy az ördögűzés olaja, mert amikor az uralkodót felszentelik, ezzel gyakorlatilag az ő bűneit is ugye meg kell bocsátani, és ahhoz, hogy megbocsássuk, ugye ehhez az ördögűzés olajával is meg kell kenni. De ugye ez kifejezetten a német uralkodókra igaz. Ugye, hogy ez hogyan zajlik, tehát hogy konkrétan ez hogyan néz ki, középkorban ezt úgy nevezzük, hogy ordó. Minden népnek van gyakorlatilag egy ilyen saját ordója, a francia királyoknak, ugyanúgy, mint a német-római császároknak. Vannak közöttük bizonyos különbözőségek, amikre itt az előbb felhívtam a figyelmet. Magyarországon is használják. Magyarországon például két ordó van, ami az egyik az feltételezhető, ez az úgynevezett Mainzi ordó, ami az első Ottó korabeli német koronázások ordójával mutat hasonlóságokat, illetve ami egészen biztos, tehát erre vannak bizonyítékok, ez az úgynevezett Egbert ordó. Ugye amikor Salamon harcol gyakorlatilag a koronáért, akkor van ott egy ilyen félszöveg a krónikás hagyományban, hogy fogad testvéredet, stb. 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 És ez gyakorlatilag egészen biztos, hogy nyugatról investálódott át a királyi Magyarországra. Úgyhogy ilyen hatásokról lehet leginkább beszélni. Beszéljünk egy kicsit még a királyi családról a középkorban, azon tekintetben, hogy mi volt az általános különbség egy királyi sarj és egy királyi udvarban élő gyermek között. Ó, ez egy érdekes kérdés. Ez attól függ, hogy az illető milyen viszonyban áll. Tehát, hogyha mondjuk apa-fiú kapcsolat van közöttük, akkor nyilvánvalóan később lehet egy trónörökös. Ugye itt a történet akkor bonyolódik, amikor több örökösről beszélünk, vagy egyáltalán nincs fiúörökös. Hogyha nincs fiúörökös, ez egy nagyon érdekes történet, hogy a jog ismeri azt a kifejezést, hogy a leányt fiúsítja, úgymond. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a lány gyakorlatilag férfi szerepben van egészen addig, amíg meg nem házasodik. Onnantól fogva viszont a férj gyakorlatilag veszi át az ő örökségét, stb. És ez ugyanúgy működik a királyi koronázásoknál, hogyha egészen egyszerűen nincsen férjjelölt, így kerülhetnek például királynők a hatalom közelében. Na most, amikor fiúk vannak többen, akkor ugyebár első számú örökös, ez a primogenitúra elve alapján örököl, de hát tudjuk, hogy ez nem mindig volt így, illetve tudjuk azt, hogy bizony vannak itt problémák, pont most egy olyan dokumentumot olvasok, nagyon érdekes amúgy, ami arról szól, hogy például az apa-fiú közötti kapcsolat az nem mindig volt, hogyan fogalmazzam, a legjobb. És konkrétan most egy ilyen német példát tudok felhozni, IV. és V. Henrik között a kapcsolat az olyan rossz volt konkrétan, hogy IV. Henriket először eltemetik Liesben, majd aztán valakik úgy gondolják, hogy nem ott a legjobb, hogy őt eltemetik, és egészen egyszerűen exhumálják, majd eltemetik a város falain kívül egy felszenteletlen templomban, ami egy elég ronda dolog, hogyha fogalmazhatok így. Na most, amikor ez így eljut az új császárhoz, majd V. Henrikhez, és így mondják neki a nemesi körökben, hogy hát ez így mégse annyira fair, hogy szenteletlen földbe temeted az apádat, akkor Henrik úgy dönt, hogy rendben, akkor megint exhumáljuk az illetőt, és akkor kerül gyakorlatilag Speyerbe, de ott is úgy, hogy nem temethetik a főoltárhoz, mert túl sok uralkodót temettek már el a száliaknál. Ugye ez a főoltárhoz való temetkezés, ez annyit jelent, hogy mindig azokat temetik oda, aki a templomot alapította, bőven megadományozta, stb. És ugye őt nem tudják ide temetni, mert nagyon zsúfolt már ott a hely, ezért egy olyan kápolnába temetik, ami szintén nincsen felszentelve. És teszem hozzá, ez az a IV. Henrik, aki Kanossza várában ugye megjárja ezt az elhíresült Kanossza járást, mert ugye egyháziátok alatt áll. Tehát, hogy így vannak ilyen finomságok, remélem, hogy így nagyjából így tudtam válaszolni a kérdésedre. Úgy gondolom sikerült, igen, egy kicsit körbejárjuk mégis ezt a kérdéskört. Említettük a szertartásokat, tehát a középkorban egy általános és elfogadott, sőt mondhatni már a középkori felfogás szerint kötelező dolog volt az, hogy ugye irányító szerepben például a király, az országoknak a királyai és vezetői és a királyi család álltak, ha így tekintjük. Ennek értelmében milyen szertartások övezték a királyi családokat? Már említetted itt, ugye sugaltad egy kicsit például a koronázást, és talán egy szóban említetted még a temetkezést is. Mi mindent tudunk még említeni, ami ilyen tipikus szertartásos, ceremóniaszerű dolog volt, amihez ma már nem vagyunk egyébként hozzászokva? Hát egy nagyon érdekes dolog volt, például ugye a királynak a közvetlen környezetében voltak az úgynevezett mesteremberek, ugye asztalnokmester, pohárnokmester, tárnokmester, stb. És ugye ezeknek az volt például a feladat, aki konkrétan az asztalnokmesternek, hogy a király étkezését úgymond biztosítsa, mert ez is egy gyakorlatilag ceremónia volt. Volt rá precedens, hogy gyakorlatilag beengedték a hétköznapi embereket, képzelj egy ilyen karzatot, és akkor oda te felálltál, és nézheted, ahogy a király eszik. Tehát ez egy ilyen mindennapi szórakozás volt, és akkor emellett még nem beszéltem gyakorlatilag a lovagi párbajokról, az esküvőkről, akkor a különböző mindenféle ügyes, bajos jogi dolgokról, akár az istenítéletekről, erről van egy nagyon érdekes film, talán Netflix adta ki, hogyha jól emlékszem, most nem akarok hülyeséget mondani. Egy ideje már nem nézek Netflixet sajnos. A francia lovagok, akik ugye ott azon harcolnak, hogy megszentségtelenítették-e a hölgyet, avagy sem. És gyakorlatilag ugye ez az egész úgymond a mindennapi életet áthatja. Tehát fontos azt megérteni, hogy a középkornak megvan a maga a ceremóniája és szimbolizmusa, a legjobb példa erre a körmenet. Tehát egy középkori körmenetet azt úgy kell elképzelni, különösen most itt majd a temetkezési körmenetekről szeretnék beszélni, hogy gyakorlatilag egy olyan áthatottság van az emberek körében, amit ma nem lehetne elképzelni. Tehát, hogy csak hogy érzékeltessem, olyan sírás van, amit leírni nem lehet, olyan könnyek vannak, mindenki szomorú, le van sújtva, letargia van, stb. És ez teljesen természetes volt abban a korszakban, hogy elvesztették az ő szeretet, akár csak egy hétköznapi herceg, akkor is ugyanilyen módon megadták neki a tiszteletet, és ott voltak akár a temetkezésén. Körülbelül úgy tudnám most elképzelni, hogyha mai világi példát szeretnénk erre hozni, de azért elég kontrasztos mégis, talán mint Észak-Koreában, mikor például a kedves vezető meghalt, és ott is ugye sírás, rívás volt, tehát hogy az emberek zokogtak, ordítottak és ugráltak, valami hasonló, vagy azért mérsékeltebb ennél? Mérsékeltebb volt, hogy hozzak egy példát, ez például a III. Kázmérnak a nyílt ravatalánál írja a forrásunk, hogy gyakorlatilag akkora a tömeg, hogy nem tudják megkerülni az uralkodónak a holttestét az adományokkal, mert a templomban vannak adományok, amiket a templom részéről oda lehet bocsátani, az elhunyt lelki üdvér, stb. És nem tudják megkerülni. Tehát, hogy annyian vannak, hogy gyakorlatilag dugig van a templom, 2 vagy 3 főoltárnál folyamatosan megy az ájtatosság, meg a misézés, mert ugye ez egy hosszú folyamat, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy eltemetik az illetőt, és akkor minden gond letudva, hanem ugye ez előző nap estétől másnap reggelig tart gyakorlatilag a temetési liturgia. És akkor ugye még ott nem tartunk, hogy eltemették az illetőt. Tehát ez majd egy későbbi dolog lesz, ez ugye reggel után, amikor megszólalnak a harangok gyakorlatilag. Ceremóniák, szertartások, bármilyen olyan dolog, ami ma már nem feltétlen jellemző a mi korunkra, de mégis akkor elfogadott volt. De szeretnélek arra is megkérni azért, hogy emeljünk ki olyan különleges érdekességeket az emberiség történelméből, királyi családok kontextusba helyezve, amik akár bizarr dolgok is lehettek, de akkor nem feltétlen számítottak annak. Bizarr dolgok, ceremónia tekintetében? Akár igen, igen. Nem megszokott. A bizarrnak nem feltétlen kell meghökkentőnek, vagy ilyen megbotránkoztatónak lennie, hanem pusztán az, hogy amire mi ma már azt mondjuk, hogy hát nem is értjük ezt, vagy nem feltétlen tudjuk elhelyezni abban a képletben. Hát nekem most ilyen mellékes történetek jutnak eszembe. Van például egy 16. századi vagy 17. századi leírásunk, egy norvég iskolás diák írja le ezt a beszámolóját, élményét, hogy ő amikor bemegy a Szent Hálvárd templomba, és lemegy a lépcső alatt a királyi kriptákhoz, akkor benyúl Jeruzsálem járó Szigurdnak a sírjába. Amúgy egy nagyon érdekes személyiség a korszakunknak. Őt például úgy kell elképzelni, hogy úgy megy zarándok útra Jeruzsálemba, hogy elmegy, és akkor hazafelé egészen a pápaság, Magyarország, Dánia, és így megy haza gyakorlatilag, majd mondhatnám, hogy gyalogszerrel, és amikor megáll Szent Péter Székesegyházán, akkor ilyen nagyon gazdag adományt hagyott a pápának, ilyen különböző faragott hajófejeket hagyott neki gyakorlatilag. És most Szigurdról van ez a történet, hogy benyúl ez a diák a sírjába, és akkor azt érzékeli, hogy ott friss libatol van. Na most ez egy kicsit szerintem bizarrnak hathat, hogy ki az, aki gyakorlatilag egy nyitott sírba friss csontokat vagy friss húst tesz, és gyakorlatilag a diák is le van sokkolodva, hogy ennek nem így kéne lennie, mert mégiscsak egy keresztény uralkodóról beszélünk, és nem teszünk mellé gyakorlatilag ilyen dolgokat. Ugye a temetkezés az abból áll, hogy ilyen mindenféle regáliákat, ezeket úgy nevezzük, ékszereket tesznek az elhunyt mellé, halotti koronája van, halotti jogara van, halotti gyűrű, ez mind halotti, mert nem azt teszik be mellé a sírba, amit gyakorlatilag viselt, ugye mondta, a hétköznapi életében. Ami még így szokatlan lehet, és ez másik távolabbi példa, a 15. század, 5. Henrik, őt például úgy temetik el, ez sincs már így, hogy a nyitott sírba, és ez is egy szokás volt, összetörik a zászlókat, és belehajigálják, vagy a kardokat törik össze, és ugyanúgy belehajigálják a sírba, már elkészített koporsó mellé, és így teszik rá gyakorlatilag a földet. Tehát ez is egy olyan szokás, amit manapság már nem gyakorlunk, és szerintem nagyon érdekes, hogyha jobban belegondolunk, és abszolút nem látunk rá precedenst akár napjainkban sem. Tehát akkor, ha jól értelmezem, azt mondtad itt például a királyi regáliákról, hogy külön eszközöket készítettek. Pontosan. Az adott uralkodónak a halála esetén. Igen, igen, külön készítették őket, viszont az eredeti, tehát amiket minden nap használtak, azok is jelen voltak. Van itt egy nagyon kedves temetkezési menetem, ez IV. Luxemburgi Károlyi, nagyon részletes, majd beszélhetünk róla, hogyha szeretnéd. Ott konkrétan a halotti menetet úgy írja le a forrásunk, hogy a császári tetem mellé 3 koronát tesznek a lombardot, tehát ugye a német koronát, oda teszik a császárit, illetve másik a fejnek a jobb oldalára helyezik a cseh tartományoknak a koronáját, és így viszik gyakorlatilag a holttestet A-ból B-be, de percre pontosan meg tudja mondani, hogy éppen itt most ezek álltak meg, átvették, ennyien mentek a következő állomáshoz, ott megint ennyien vették át a halottas szekeret, és ez egészen odáig ment, amíg vissza nem értek a végső nyughelyre. Viszont érdekesség ennek a történetnek az is, hogy gyakorlatilag ez az útvonal, amit ők bejárnak, ez az az útvonal, ahol a királyok gyakorlatilag, hát hogyha fogalmazhatok így, minden nap közlekedtek. Tehát, hogy nem véletlenül hívják úgy, hogy a királyok útja, és nem véletlenül olyan helyeken állnak meg, mert mindig megállnak a környékbeli templomoknál, és akkor ugyanúgy adományokat tesznek, amiket a király még életében látogatott, és akkor mennek így szépen pontról pontra. Károlynál ilyen 5-6, vagy talán, hogy még több helyszínen állnak meg, de nagyon pontosan leírja a forrás, hogy hol, meg miket csinálnak. Műsorunk első 20 percének legutolsó kérdését enged meg, hogy feltegyem neked, ami pedig az lenne, hogy ezeket az eszközöket, amik az uralkodóval együtt kerülnek el eltemetésre, benne a koporsóban, ha már a temetkezésnek a ceremóniáját ragadtuk meg, ugye lesz ennek majd relevanciája jelen korunkban is, ráhelyezték az uralkodó testére ezeket, vagy pedig csak mellé tették? Rá is helyezték, illetve volt, amit mellé tettek, viszont azért nagyon jó a kérdésed, amit fölteszel, mert ugye általában ezeket a dolgokat a régészek szokták a leginkább vizsgálni, és ugye ebből látjuk azt, hogy miképp változott akár mondjuk az anyagösszetétele, csak hogy egy hétköznapi példát mondjak, hogy mikortól vannak olyan aranyozott meg ezüst halotti koronák, ugye ez főleg a 12. századtól, előtte még ilyen réz, meg ón, meg különböző könnyen romlékony anyagokból verték úgymond ezeket a királyi ékszereket, de igen, jól látod, hogy gyakorlatilag fölöltöztetik a holttestet, és ráhelyezik a koronát, ujjaira gyűrűket húznak, országalmát vagy a kezébe teszik, vagy mellé helyezik, ugyanúgy ott van a jogar, a kard, sarkantyúk, stb. Lehetne igazából végtelenség sorolni. Tehát akkor végül is ezek igazából, amikor a régészek feltárják ezeket a leleteket, azért elég jól mesélnek arról ezek a leletek, hogy milyen anyagokat használtak például a királyi család környékén, vagy a királyi udvarban például. Árulkodik ez akár a gazdasági helyzetéről az adott uralkodói családnak? Igen, árulkodik két szempontból, és megint nagyon jó kérdést tettél föl. Ugye megint IV. Luxemburgi Károly tudom felhozni példának, például egyértelműen azt írja a forrásunk, hogy aranyozott országalmát tesznek be a sírjába az uralkodó mellé, és ehhez képest, amikor fölnyitják a sírt, akkor kiderül, hogy ez egy bőrből font valamiféle országalma, tehát nem egészen úgy van, ahogy a forrás állította. Tehát ilyenkor van egy ilyen visszacsatolás, hogy biztos az történt, amit leírt úgymond a forrás, vagy vannak ilyen különböző eltérések, és általában amúgy tényleg azok vannak ott, amiket leír, viszont vannak úgymond ilyen csúnyább esetek, és szerintem ezzel majd akkor foglalkozunk később, egészen egyszer meglopják a királyi holttestet halálában gyakorlatilag. Hamarosan rátérhetünk ezekre is, Balázs. Én amondó vagyok, hogy menjünk egy rövid szünetre. Köszönöm szépen az eddigi válaszaidat. Szívesen. Kedves nézőink, egy rövid reklám után már is visszatérünk. Köszöntjük kedves nézőinket! Mostantól az Egyetem TV műsorán is tájékozódhatnak az aktuális időjárásról. Minden nap elhozzunk nézőinknek a legfrissebb előrejelzéseket. Eláruljuk, hogy mikor készíthetjük a naptejat. Vagy ragadjunk-e inkább esernyőt? Minden, amit a délalföldi időjárásról tudni érdemes. Itt az Egyetem TV műsorán. A robotoknak is lesz a jövőben pszichológusa? Abszolút. Kell egy olyan ember, aki ahhoz ért, hogy a robotokat hogyan kell tervezni, az érzelmeik hogyan működnek, hogyan kell lehatárolni az etikai szabályokat, ez mitől működik, mitől nem. Annyit tudott a program, hogy ismerte a lépéseket. Tehát az, hogy lép a király, hogy lép a futó, hogy lép a bástya. És elkezdett maga ellen játszani ez a program, és néhány óra alatt elérkezett egy olyan színvonalra, hogy a nemzetközi nagymestereket kenterbe tudta el. Lehet idézni olyan szkifiket, hogy a Matrixban ugye lényegében a mesterséges intelligenciának azt a feladatot adják, hogy tegye az emberiséget minél boldogabbá, hát az emberiség attól lesz boldog, hogyha elemként működő végtelen álomba ő elvegetál, de hát a feladatát teljesítette a gép, mert minden ember boldog lett. Adott szoftvernek lehet adni olyan bemenetet, olyan inputot, aminek a hatására a szoftver váratlanul kezd el viselkedni, és olyan dolgokat csinál, amit valójában a támadó szeretne elérni. Nagyon nagy segítség tud lenni egy ilyen intelligens gép, akár nagyon komplex szakmai ismereteket igénylő munkában is segítség tud lenni a mesterséges intelligencia. Műsorunk első felében már rengeteg információval ismerkedhettek meg azzal kapcsolatban, hogy milyen volt a királyok élete, a királyi család élete a középkorban. Mégis a dolognak és az egész történetnek, amiről ma beszélünk, van egy olyan relevanciája, hogy II. Erzsébetet nemrégiben temették el. Mégis fontos akkor arról is beszéljünk, hogy hogyan működnek ezek a dolgok, vagy pedig hogyan működött a királyi temetkezésnek a ceremóniája a középkorban. Pusztán azért is fontos vendégemmel, Danka Balázssal erről beszélgessünk, mivel hogy azért az embereket még akkor is, hogyha ez a terv már létezett, ugye, úgy hívták ezt az Operation Bridge talán, ugye ez volt a neve neki, a híd terv, akár úgy is hívhatnánk, hogy azért tisztában voltak vele az emberek, mert ez a terv már létezett, de mégis azért olyan különlegesen kezelték ezt az átlag emberek. És hogy húzzuk rá akkor a párhuzamot az egészre, miben volt másabb a középkori királyi temetkezés ahhoz, tehát megkérnélek, hogy húzz egy párhuzamot, a jelenkori II. Erzsébet temetésével például? Igen, hát ugye, ahogy korábban említettem, a szimbolizmus egy nagyon fontos szerepet kap ugye a középkorban. Gyakorlatilag nem mindig, de persze pontosan tudjuk azt, hogy milyen helyszíneken állnak meg, hova térnek be, milyen adományokat tesznek, mekkora értékben, és hogy ezek tulajdonképpen miképpen fognak megvalósulni. Ugye itt a különbözőség, és szerintem ez egy érdekes dolog, abból eredeztethető, hogy hogyan őrizzük meg az illetőnek a holttestét, hogyha mondjuk hosszabb ideig akarjuk, mondjuk elmegyünk, nem tudom én, Szent László Nyitráról Nagyváradra, az nem egy 5 kilométer, most csak mondok valamit, akkor ezt hogyan tudjuk konzerválni. Most a középkor embere ilyen szempontból elég fifikás volt, alapvetően többféle temetkezési módot ismertek. Az egyik az nyilvánvalóan az volt, hogy egy ilyen durva cselzett bőrbe csavarták a holttestet, és így gyakorlatilag kiszárították, mire odaértek. A másik volt az úgymond balzsamozás, amit szoktunk ismerni, volt úgymond az a viaszozás, illetve tudunk olyanról is, ahol szúrokkal öntötték be gyakorlatilag a koporsónak a belsejét, és ugye akkor még nem is beszéltem a különböző temetkezési koporsó közötti különbözőségekre. Ugye például Erzsébetnél, hogyha jól tudom, ónkoporsóba temették el. A középkorban is volt erre precedens, de ezt kifejezetten akkor használták, hogyha nagyon hosszú időre nyúlt a temetés. Ugye a középkorban a temetés az nem egy napot vesz igénybe, ugyanis itt a ceremóniában előszeretettel játszanak a 3-asnak és a 7-esnek ugye a többszöröseivel. 3-as ugye érthető módon, hogy az Úr feltámadott harmadnapra, a 7-essel meg ugye, hogy az Isten megpihent ugye a 7. napon, és ezzel tényleg sokat játszanak, tehát van olyan urakod, akit 14. napon temetnek el, és van egy ilyen érdekesebb dolog, ez a 30. gyásznapnak a szokás, amikor 30 nap telik el, és egészen addig nem temetik el, és van, amikor még ennek a többszörösével játszanak. Például a II. Edvárnál, hogyha jól emlékszem, 60 nap telik el kerekperec a halál és a temetés között, és ugye ilyenkor mit tud csinálni a középkor embere, vagy ezt, hogy konzervál, vagy ott van a másik metódus, amit nem szoktak annyira ismerni, kivéve Magyarországon, mert itt mi erről tudunk. Ez az úgynevezett német temetkezési mód. Ez a német temetkezési mód ez abból áll, hogy gyakorlatilag a belső szerveket, ugye szív, máj, epe, stb. Egészen egyszerűen kivették az emberből, az elhunyt uralkodóból, és gyakorlatilag ezeket vagy ott helyben eltemették, vagy pedig más egyházi intézményekbe küldték el, viszont ezt a szokást nagyon sok helyen ismerték. Még a francia királyok is alkalmazták, főleg a 13. századtól látunk rá példát, és ugye Magyarországon csak hogy egy közelebbi példát említsek, Habsburgotthonnak a szíve például Pannonhalmán van, a teste pedig nem. Tehát gyakorlatilag ez napjainkban is egy, hát hogyha fogalmazhatok így, egy divatos szokásnak számít, és ilyen szempontból abszolút középkori eredettel rendelkezik. Mi volt ennek a haszna, ennek a temetkezési módszernek? Nem is tudom, hogy ez jó szó egyáltalán, igen, az, igen. Talán az, hogy inkább mi volt a jelentősége, vagy mivel értékel azt, hogy ez segített ahhoz például, hogy 60 napig, például a II. Edvárdot említetted, hogy 60 napig, hát nagyon csúnya kifejezés az, hogy tárolható legyen az uralkodó, hanem az, hogy addig ugye, míg tartott a gyászidőszak, vagy pusztán az, míg el nem temették. Igen, hát ugye ennek a dolognak van egy francia kutató, úgy hívják, hogy Jean-Paul Février, remélem, hogy jól ejtem a nevét, és őneki van egy ilyen nagyon érdekes munkája, La Morte Cratien, ez a kegyelmes halál, és ő ott azt írja, hogy igazából ez a szimbolika, hogy 3 meg 7, ennek van egy bibliai magyarázata, az, amit én mondtam, a 31 gyásznapnak van egy másik, hogy 30 napon átgyászolták ugye Mózest, viszont ő megemlít nagyon érdekes dolgot, hogy ugye biológiai okai is vannak, ugye a különböző belső szervek mind másképp bomlik le. Csak hogy egy példát említsek, a szívre, hogyha jól emlékszem, konkrétan 40 napot ír, amire gyakorlatilag elpusztul, megsemmisül. Úgyhogy az, hogy ezeket konzerválják, pontosan azt akarták ezzel elérni, hogy megőrizzék őket, úgymond, ha mentek akár több kilométerre is a gyászmenettel. Úgy gondolom, sikerült már eleget beszélgessünk magáról a temetésről. Még nem gondolom azt, hogy nem fog mégis előfordulni olyan dolog, ami ezzel a ceremóniával kapcsolatos bármilyen fajta történésekkel nem lenne érdemleges megemlíteni, viszont ott vannak azért talán egy kicsit boldogabb, vagy talán felvidítóbb események, vagy ünnepélyek is, mint például a gyermekszületés, a házasság. Szerintem kezdjük elsőként is a gyermekszületéssel. Milyen ünnepély, milyen ceremónia volt az, hogyha gyermek született a királyi családban, természetesen élve? Igen, hát hogyha megszületett a gyermek élve, akkor általában egy ilyen, akár több napig eltartó, hát nem azt mondom, hogy tivornya, de egy ilyen nagyon nagy mulatság kezdődött el. És lakoma? Hát fogalmazhatunk így is gyakorlatilag, igen, és akkor nyilvánvalóan mindenki ünnepelt és örült, hogy a királynak végre utóda született, de ezek akár több napot is igénybe vettek. Nem mindegyik gyereknél, általában az elsőszülöttnél látunk arra példát, hogy ez meg szokott valósulni, hogy megtörténnek ezek a nagyobb ilyen események, ami tényleg abból állt, hogy mindenki táncolt, énekelt, ettek, és akkor gyakorlatilag ez egy ilyen közösségszervező valami volt, hogyha fogalmazhatok így. Mi volt akkor például, hogy a gyermek nem élve született? Hát, hogyha nem élve született meg a gyermek, akkor általában eléggé letargikusak voltak, de gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ha halva született a gyermek, akkor igaziból elég gyorsan eltemették az illetőt. Most így konkrétan Károly Róbertnek az egyik felesége jut eszembe, akit Nagyváradon temettek el, és ő például gyakorlatilag nem is tud megszületni a gyermeke, mert balesetet szenved, és őt gyakorlatilag így temetik el a gyermekkel együtt. Hogyha a gyermek halva születik, akkor általában külön temetik az édesanyjától, ez nagyon fontos. És ugye az is, hogy lehetőleg még legyen megkeresztelve, hogyha nincs, akkor ugye a szentelt föld az nem temethetik oda egyáltalán. Úgyhogy gyakorlatilag a halva születés mindig egy ilyen fellángoló probléma volt, hogy ezt most akkor helyileg hogyan kezeljük, hogy temetjük az illetőt, temethetjük Szenteltföldbe, nem temethetjük Szenteltföldbe, de kifejezetten tudunk ilyenről, ami az elhunyt csecsemők temetője néven volt ismert, és gyakorlatilag oda mindig ezeket a gyermekeket temették. Ugye a királyi családnál meg hát nyilvánvalóan ugye a nagy nekropoliszba, ahová később ők is temetkeztek, szüleim közvetlen közelébe. Gyermeklajos, csak hogy egy példát említsek, ő is ott Szendőnibe el van temetve gyakorlatilag. Említsünk meg például egy olyan példát, amit ugye mindenki ismer, VIII. Henrik udvara. Azért, hogyha az emberek, még hogyha nem is nagyon folynak bele ezekbe a tanulmányokba, legyen az például civilizáció, angol civilizáció vagy történelem, attól függetlenül 8. Henrik neve az ismerős, ha már csak azért is nem, mert ugye a feleségekkel és ugye az anglikán egyház és társai. 8. Henrikről tudunk-e esetleg ilyen gyermekszületéssel kapcsolatos dolgokat, élve születéssel kapcsolatos óriási lakomákat vagy bármi ilyesmit megemlíteni? Szerintem alapjáraton én azért nem merek azt mondani, hogy igen vagy nem, de én inkább azért tenném a nemre a hangsúlyt, mert ugye Henrik alapvetően már nem, hogy mondjam, a római szentszék alá tartozik, hanem ugyebár az anglikán egyháznak a vezetője, és az anglikán egyház az egy kicsit másabb, mint a római katolikus. Egy példát említsek, ugye a protestáns, nem mindegyik, ezt szeretném tisztázni, a protestáns egyházakban van olyan, amelyiknek konkrétan nincs szent kultusz, tehát nem ünneplik. Most innentől fogva, hogy az illetőnek mondjuk nincs védőszentje, vagy nem ünneplem a szent kultuszt, úgy kicsit átformálódik ennek az értékrendje is, hogy miképp élek, illetve miképp élem meg az én hétköznapi vallásos életemet, és hogy hogyan kezelem azt, hogyha mondjuk gyermekem születik, vagy halva születik. Úgyhogy Henriknél ilyen szempontból szerintem ez abszolút nem volt, nem azt mondom, hogy releváns, de nem volt annyira fontos. Ugye őnála az, ami szerintem érdekes ilyen szempontból, hogy őt, hogyha jól emlékszem, akkor Windsorba temetik el, ráadásul a Szent György kápolnába, hogyha jól emlékszem. És ő neki, hogyha emlékeim nem csalnak, akkor konkrétan úgy zajlik a temetési menete, hogy jelen vannak, vagy valami köze van a térszalagrendhez. Most én sem akarok hülyeséget mondani. Tehát gyakorlatilag ebből is érződik, hogy úgymond a római szentszékkel ő totál szakított, és hogy ugye ott a feleségekkel mi a helyzet, hát ez szerintem aki jobban belemér a témába, az tudja, hogy őket is eléggé változatos helyszíneken temetik el. Van például olyan angol királyi családhoz kötődő hölgy, most nem fogom tudni megmondani a nevét, aki konkrétan a Táverban fog meghalni, és helyben temetik el, méghozzá egy elég érdekes egyházi intézményben, az a neve, hogy Szent Péter láncai. És gyakorlatilag ide fogják eltemetni később ezt az angol úri hölgyet. Beszéljünk egy kicsit még esetleg a házasodásról, a házasságról, a párválasztásról, hogy milyen ceremónia szerűsége volt ennek az életbeli eseménynek a királyi családon belül a középkorban. Igen. Azt fontos észben tartani, amikor házasságról beszélünk, hogy ugye mikortól számít az illető felnőttnek. Ugye ez változó volt a középkorban, ez mindig mozgó volt, és általában ugye a lányok korábban váltak úgymond felnőtté, mint a fiúk érthető okokból, és nyilvánvalóan mondjuk az, hogy valaki mondjuk betölti már a 14. életévét, mert van erre precedens, akkor az már azt jelenti, hogy nyugodtan választhatják őt akár egy 70-80 éves embernek is feleségül. Ugye itt azt kellett figyelembe venni, hogy mit tudunk erről az illetőről. Ugye ilyenkor kicsit ez olyan, mint a James Bond filmek, hogy akkor megkémkedjük az illetőnek az udvarát, hogy képes-e ez a lány mondjuk nekem még gyermeket adni. Mert ez volt a legfontosabb kérdés, hogy a dinasztiádat te tovább tudod-e örökíteni, tovább tudod-e vinni gyakorlatilag, és alapvetően így választottak maguknak feleséget mindig az uralkodók, tehát így gyakorlatilag mindig mentek a követek, és kérdezték, hogy ki az, aki leginkább passzol az uralkodóhoz, akár életkorban. És aztán ugye ez nem mindig jött be, mert voltak ugye olyan házasságok, amik nagyon-nagyon rosszak voltak, meg hát voltak olyanok, ami, hogy mondjam, az egyik legszebb ilyen történet szerintem az II. Lajos és a feleségének a története, konkrétan a királynak meg a királynénak volt egy szívmedalionja, és az egyik fele a királynénál volt, a másik fele pedig a királynál, és úgy tudták, hogy ki Lajos gyakorlatilag, hogy megtalálták ezt a medaliont, és ugye amikor őt eltemetik később, akkor Mária mind a kettőt összeilleszti és beolvasztatja gyakorlatilag. Tehát ő gyakorlatilag például így búcsúzik a szeretett férjétől későbbiekben, és amúgy nem is házasodik újra, teszem hozzá. Tehát ő Németalföldön fogja leélni az életét. Tehát vannak azért olyan precedensek, amik nem csak arról, teljes mértékűleg arról szóltak, hogy a kötelesség, hanem azért valamilyen szintű hűségről is beszámolhatunk. Nagyon sokszor hivatkoznak egyébként arra a királyi családok, meg ugye a királyi családok tekintetében a történészek, meg hát ugye a filmek is azért erősen ezt reprezentálják, bármilyen sorozatok vagy filmek, hogy nagyon sokszor ez csak egy olyan kényszer volt, amit ugye kötelessége volt megtenni az uralkodónak is, meg megtenni a feleségjelöltnek, a királynénak, hogy ugye az utódnemzés, ezen kívül a közös mutatkozás, de hogy valójában ez csak egy ilyen muszáj volt. De mégis vannak-e még olyan precedensek, tudsz nekünk olyat említeni, amikor, nem is azt mondom, nem feltétlen kell, hogy szeressék egymást, de hogy megvolt ez a mérhetetlen hűség egymás iránt, vagy az összetartás, és nem csak az a kötelességtudat volt ott. Volt több ilyen precedens, hogy igaziból jó volt a kapcsolat köztük. Itt inkább az a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha nem feltétlenül jó a kapcsolat, és akkor eljutunk egy olyan történethez, mint mondjuk VIII. Henrik, aki ugye nem igazán elégedett meg a választással. De itt az az érdekes, hogy ugye nem mindig maga a fiú választ. Tehát, hogyha mondjuk tegyük föl, mi lennénk így a királyjelöltek, akkor nem mi döntenénk el, hogy én őt szeretném feleségként, hanem mindig a szülők. Mindig a szülők választják gyakorlatilag, de ez is egy ilyen konszenzus, hogy megbeszélik gyakorlatilag, hogy akkor ő legyen az a választott gyakorlatilag. Vannak ilyenek, és jó is amúgy, hogy felhoztad, de vannak olyanok, amikor nagyon nem működik a dolog. Például északról tudok egy ilyen érdekes történetet hozni. Most nem vagyok biztos, hogy norvég uralkodó, egy ilyen legendás királyról beszélünk, tehát neve se biztos, hogy ugyanaz, akit ír a szerzőnk, aki Snorri Sturluson névre hallgat, a Heimskringla című művében írja le ezt a sztorit, hogyha minden igaz, hogy ő neki volt egy olyan feleség, akit megcsalt. És erre rájön az asszony, és oda megy, és agyonveri egy bikacsökkel a királyt, és ő ebbe belehal. Tehát akkor azt el tudjuk azt mondani végül is, hogy igen, mind a két oldalról vannak azért precedensek. Talán egy utolsó kérdés, amiről beszélhetnénk, az az lenne, hogy a szimbolizmus fontossága. Miért volt ilyen fontos a középkorban a szimbolizmus, és tudatos volt-e a szimbolizmus fontossága? Nagyon is tudatos volt, igen. Ugye van egy orosz szerzőt, úgy hívják, hogy Anton Gurevics, ő írt egy nagyon fontos könyvet a középkori népi kultúra címen. Valahogy ugye az emberekben megvan ez a, hogy mondjam, dezinformáció, így modern szavakkal, hogy a középkori embere analfabéta volt és nem olvasott. Na most, hogyha elolvassa Gurevicset, akkor rájön, hogy de, nagyon is olvasott, és megvolt egyfajta ilyen alapműveltség. Középkorban például egy nagyon ismert kötet volt Cezáriusnak a Mécsese, és ez gyakorlatilag mindenki ismerte és olvasta. Na most, hogy mennyire jó, mennyire fontos volt ugye a szimbolizmus, és azért kezdtem itt egyáltalán, hogy egy kicsit így a népoldaláról menjünk az uralkodó felé. Ugye gyakorlatilag ugyanezt a történetet tudom elmondani, mint IV. Károlynál. Ott a történet úgy zajlik, hogy minden ponton 30-an átveszik a halottas koporsót, és ezek mind feketék. Tehát érdekes, hogy itt már megjelenik a fekete, mint a gyásznak a színe. Amúgy a középkorban a gyásznak a színe, illetve a temetésnek a színe nem mindig fekete. Ugyanis az uralkodót általában színes ruhába öltöztetik fel. Károly királyt például most, hogy lila vagy bíbor, én sem tudom megmondani, a forrás purpur szót használ, úgyhogy kinek hogy tetszik. És igazából őt egy ilyen különböző világ valamelyik árnyalatában lévő ruhába öltöztetik fel, és így viszik végig a városon a holttestét, és mindig átveszi valahol 30 ember ezt a holttestet, és képzeld el, hogy azért nagyon érdekes ez a forrás, mert 7000-en vannak kint a temetésen, tehát hogy ez egy állati nagy szám, és hogyha nem lenne elég, hogy ezt hétköznapi emberekről beszélünk, illetve szerzetesekről, apácákról, stb., püspök, bárkit mondhatnék, gyakorlatilag mindenki ott van, megemlíti, hogy bizony ott vannak a tartományi lovagok is a gyászmenetben, és nagyon érdekes, hogy ők hogyan követik egymást, mert először a tartományi lovagok jönnek, ugye Svidnica, Breslau, mondhatnék igaziból bármelyik mást, ilyen 4-5 települést képzeljen el, és akkor mindegyik ott tartja a kezében a zászlót, a korabeli tartományt szimbolizálva, hogy akkor ez most éppen Svidnicának a lovagja következik, és akkor mögötte jön 3 gyászparipa, akit majd később a templomban fel, ez is egy érdekes szokás, hogy lovakat ajánlanak fel a templomnak gyakorlatilag az elhunyt lelki üdvéért, és ezzel fognak bemenni a templomba, de hogy miért nagyon érdekes, ugye azért, mert van ebben a hosszú lovagi sorban, ami 500 lovag, mert ezt is megmondja a forrásunk, 2 nagyon érdekes személyiség, az egyik az a királyt személyesíti meg. Ugye a középkorban van egy ilyen nagyon érdekes szokás, ezt hívják úgy, hogy alter ego, hogy valaki felölti az elhunyt királynak a színeit. Tehát ezt úgy képzeld el, mintha meghalna mondjuk, vagy meghalt volna mondjuk Erzsébet, és valaki úgy menne a temetési menetben, mintha Erzsébet jelen lenne a saját temetésén. Na most ez a középkorban egy teljesen hétköznapi bevett dolog volt, de még a hercegi családok környezetéből is tudunk ilyen példákat. És ugye ez a 2 személy nagyon érdekes, mert az egyik, aki a királyt személyesíti meg, és ugye ezek a templomban fognak úgymond lelepleződni, mert ott veszik le ugye a páncéjukat, kénytelenek, tudjuk, hogy kik. Tehát, hogy az egyik az konkrétan a morva őrgróf, Méreni Jobst, a másik pedig a szász választó fejedelem, ő pedig a birodalom lovagja, arról lehet felismerni, hogy fekete páncélban van, fekete lobogóval, amin ott van a kétfejű sasnak a jelképe, és ők vannak gyakorlatilag középen, és egymás után jönnek ráadásul. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan építik fel gyakorlatilag ezt a szimbolizmust. De hát igaziból, hogy mennyire áthatotta a hétköznapi életeket, tehát ahhoz elég bemenni mondjuk a szegedi domba, csak hogy egy hétköznapi példát említsek. Gyakorlatilag ugye ezeket a katedrálisokat úgy építették föl, hogyha bemegy az ember, akkor akarva-akaratlanul is feltekintsen, mint hogyha gyakorlatilag felemelni a lelkét az Istenhez. Talán ezzel most meghoztuk az embereknek és a kedves nézőknek is a kedvét, hogy ellátogassanak a domba, és lehet, hogy egy más fajta nézőpontból, egy más megközelítéssel fogják talán nézni mindazokat a festményeket és azokat az ablakokat, amik ott vannak. Az is hozzátartozik egyébként a történethez, amit azt te is elmondtad, hogy borzasztóan összetett dolgokról van itt szó, ami valamilyen szinte, ugye, mint mondtad, nagyon is tudatos volt a történelem során, de az egyik legnagyobb szerencse az, hogy ilyen sok forrásunk van. Ezt pusztán abból is gondolom, mivel rettentő sok forrásra hivatkoztál itt most nekünk a műsorban. Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Egyrészt, másrészt pedig az, hogy egy olyan témát sikerült most felölelnünk, ami valamilyen szinten közvetít egy kicsit a jelenkorban is, azért ugye most is volt egy királyi temetkezésünk, egyrészt pedig betekintést nyerhettünk a középkorba is. Köszönöm szépen! Nagyon szívesen, én köszönöm! Kedves nézőink, köszönjük szépen, hogy ebben a tandem részben is velünk tartottak. Hallhatták, a téma borzasztóan összetett azon tekintetben, hogy nehéz valamiért azért párhuzamot húzni a jelenkor és a középkor között. Mi mégis igyekeztünk ezt megtenni, és egy kicsit valahol szimbolikusan is feldolgozva azt, hogy ugye a királyi családban is történt most jelenkorunkban egy temetkezés, de mégis fontos az, hogyha már a királyság és a királyi család és a királyi udvar részét képezte és képzi az életünknek, akkor beszéljünk is arról, ismerjük meg egy kicsit jobban. Köszönöm szépen még egyszer, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk a legközelebbi adásban is, viszontlátásra!